Varacskos disznó repül rá a célra, és tüzet nyit a retteget gépágyújából. Urániummal nehezített lövedékei akár a tankok páncélját is átütik. Furcsa kinézete ellenére ezért is kedvelik a katonák ezt a típust. A szárazföldi hadműveletekhez ugyanis rendkívül hatékony légitámogatást tud nyújtani hatalmas tűzerejével. Ennek ellenére éppen tavaly döntöttek úgy, hogy leselejtezik a gépeket magas fenntartási költségük miatt. Mégsem kerültek ronstemetőbe, sőt, a jövő héten akár tucatnyi ilyen repülő és 1000 fős kiszolgáló személyzet érkezhet Magyarországra. A Magyar Nemzet a közlönyben megjelent hírre alapozva írta meg, a NATO 14 gépet küldt Magyarországra. Több légibázison osztják el őket. Szabó Zoltán egykori vadászpilóta szerint sokféle helyzetben bevethetőek. Hatalmas tűzgyorsasággal rendelkezik, tehát ilyen kimondottan a szárazföldi erőknek mondom a támogatására szolgál, ilyen harckocsiknak, tehergépjárműveknek, ezeknek a megsemmisítésére. Ezt még annak idején főleg mondom az oroszok ellen próbálták, a harckocsik ellen próbálták ezt bevetni, hogy az előrenyomulását ezeknek megakadályozzák. A Honvédelmi Bizottság ellenzéki tagjai sem értesültek arról, hogy ilyen gépek érkeznek Magyarországra. Jóváhagyási kötelezettsége nincsen a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak, mert NATO kereteken belül történik a dolog, de ezért azt gondolom, hogy a lakosság, az ott élők és a magyar polgárok megnyugtatása vége, tehát legalábbis illő a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elébe fáradni. Nem ez az első NATO egység a térségben. Az Észak-Atlanti Szövetség korábban már 50 harcjárművet és 4 tankot, illetve egy parancsnoki központot telepített Magyarországra. Romániában nehéz fegyvereket, Lengyelországban pedig rakétákat telepítettek, és Szlovákiában is kialakítottak egy új parancsnoki központot. A csapatmozgások a szakértők szerint egyértelműen Oroszország ukrajnai térhódításával vannak összefüggésben. A NATO ezért erősíti kelet-európai és balti jelenlétét. Kerestük a kormányt és a Honvédelmi Minisztériumot is, hogy megtudjuk egészen pontosan milyen felhatalmazással és milyen feladat végrehajtására érkeznek az amerikai csatarepülők Magyarországra, de adásunkig nem válaszoltak egyik helyen sem. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.